Arra kérném önöket, hogy a következő egy percben érveljenek amellett, hogy miért fontos a választáson való részvétel, és röviden fejtsék ki, hogy mivel látják a választás legfontosabb belpolitikai és európai tétjét. Döme Zsuzsanna, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt lista vezetője. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és én is köszönöm a meghívást. Nyilván ez egyértelmű mindenki számára, a kutyapárt számára is, hogy ennek az EP választásnak a tétje az Orbán kormány megbuktatása és a világ megmentése, valójában még a régi ellenzék fennmaradása is. A kutyapárt valóban olyan párt, amelyik, már sokszor elmondtuk, mi cselekvésen keresztül határozzuk meg önmagunkat, tehát mi elsősorban csinálni szeretünk dolgokat, nem pedig beszélni róla. De szerencsétek van, én beszélni is nagyon szeretek, úgyhogy majd most elmondjuk, hogy mit akarunk. Mi kidolgoztuk az EP programunkat, népjólét intézkedésekkel, a legfontosabb kérdésekre reagálva, kivándorlás, bevándorlás, de sajnos az ígéretversenyben úgy néz ki, hogy a kutyapárt idén most alul maradt a többi párttal szemben. Az EP-ben az a legnagyobb probléma egyelőre, hogy nincsen ott a kutyapárt, ezt ezen a választáson lehetne orvosolni, ráadásul, hogyha bejutnánk az EP-be, akkor a magyar parlamentben is lehetne kutyapártos képviselő, és bejuthatnánk a magyar közintézményekbe is. A legfontosabb, hogy a kutyapártos szavazók menjenek el szavazni, a többiek is nyilván, de... Köszönjük szépen! A Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltjeitől, mivel neki korábban ugye már nem volt képviseletük az Európai Parlamentben, azt szeretném kérni, hogy arról beszéljenek, mely európai parlamenti képviselők, akár magyar, akár más nemzetiségű, munkáját tartják a legtöbbre az előző ciklus alapján, kinek vagy kiknek a példáját tartják a leginkább követendőnek, és miért. A válaszadás első lehetősége Döme Zsuzsannánál van. Ez egy olyan kérdés, amire a kutyapárt úgy tud válaszolni, ami a kutyapárt léte. Mi tényleg azt abból a szempontból fogunk mindig kommunikálni, amekkorák vagyunk, és amilyen dologra hatással tudunk lenni. Így az EP-vel kapcsolatban annyit szeretnénk mondani, hogy szerintünk a kutyapárt útja a helyes. Én belátom azt, hogy ez nagyon-nagyon furcsa út, és egy nagyon-nagyon más módszer és stílus, mint amit Magyarországon, vagy akár az Európai Unióban bármilyen hagyomány politikai párt képvisel, de mi tényleg azt tudjuk ígérni, hogy nincs előttünk sem magyarországi politikus minta, sem EP politikus minta, amit szeretnénk követni. Mi az Európai Unióban is a saját stílusunkban, a saját módszereinkkel és a kutyapártól megszokott módon fogunk dolgozni. Köszönöm szépen. Magyarország, onnan az EU gyakran leegyszerűsítve egyet jelent a nagybetűs demokráciával, ritkán merül fel az EU-s intézményrendszer demokratikus kritikája. Ezzel szemben az európai baloldal egyik legfontosabb vádpontja az EU jelenlegi formájával szemben, hogy a trojka, vagyis az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valuta Alap hármasa rendre érdemi demokratikus kontroll nélkül dönt európaiak 10 millióit érintő kérdésekben, és a valóban meghozott, demokratikusan meghozott döntésekkel szemben pedig megszorító gazdaságpolitikát kényszerít rá a tagállamokra. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy a mostani válaszokban arra szolgáljanak betekintéssel az álláspontjukat illetően, hogy mit gondolnak a trojkáról, és ezen belül az Európai Központi Bank szerepéről. Döme Zsuzsanna. Mi az európai intézmények közül a Strasbourgi Parlamentben jártunk eddig, elsősorban belső építészeti megoldásokban gondolkodunk. Ugye ez az épület az hónap nagy részében üresen el, úgyhogy mi Airbnb-n próbálnánk további forrásokat szerezni ennek a hasznosításából. Ez nyilván a központi banknak is nagyon sokat segít. Mi egyébként a forint bevezetésére köteleznénk valahogy ezen az egy-két kiutó képviselőnkkel az Európai Uniót. Ez egy 46 óta stabil fizetőeszköz. Magyarország az eurót, ezt valószínűleg egy 200 évig még úgyse fogja tudni bevezetni, és akkor ez lehetne egy egységes valuta. Ez nagyban megkönnyíteni mind a magyarok, mind az európaiak életét. Intenzív vita zajlik arról, hogy Magyarország haszonélvezője vagy kárvallottja-e az uniós csatlakozásnak. Ennek a vitának az új fénytörésbe helyezéséhez szeretnénk egy adalékkal szolgálni, amit az egyik korábbi vitán is már megtettünk. Thomas Piketty számításai szerint miközben 2010 és 2016 között a GDP, vagyis a nemzeti össztermék körülbelül 4%-a érkezett EU-s transferként az országba, addig profitként és egyéb vállalati bevételként ennek közel a kétszerese, a GDP
7%-a áramlott kifelé az országból. Ennek a számításnak a figyelembevételével hogy vonnának mérleget? Magyarország EU-s tagsága milyen konkrét előnyöket és milyen konkrét hátrányokat okoz a társadalomnak, és arra szeretném kérni őket, hogy legalább egy konkrét pozitív és legalább egy konkrét negatív, tehát hátrányt is említsenek meg a válaszukban. Döme Zsuzsanna. Én inkább azzal kezdeném, hogy mit adott Magyarország az Európai Uniónak. Ugye mi egy elég rebellis nemzet vagyunk, ki másnak juthatott volna eszébe, hogy az alaptörvénybe ír Európai Uniós értékekkel szembe menő mondatokat. Ezzel viszont lehetőséget adtunk az Európai Uniónak, hogy végre kitalálja, hogy akarja ezeket szankcionálni, hogyan, ilyesmit, tehát egy tök jó beszélgetést és kommunikációt sikerült elindítanunk. Rengeteg diplomás orvosunk öregbíti a nyugat-európai kórházak szakembereinek a fényét, vagy tehát a kórházak minőségét, rengeteg diplomás fűnyíró és mosogató dolgozik kint. Mi ezen nem változtatnánk, tehát mi ezért dolgoztuk ki a Hozd haza a munkád programot, hogy a nyugat-európai bérekért végezzen a nyugat-európai feladatokat a magyar állampolgár, de azt itthon a családja körébe tehesse, hozza haza a mosogatnivalót, ilyesmi. Az orvos elvándorlásra az a megoldásunk, hogy vigyék ki a betegeket is magukkal, így akkor nem kell nekünk fejleszteni a semmiből az összeomló kórházainkat, hanem nyugati színvonalon a nyugat-európaiak pénzén gyógyulhatnának a magyarok anyanyelven, jól felszerelt kórházakban. Ezt egyébként itt más ellenzéki pártok is próbálnak hasonlókat ígérni a magyar betegeknek. És akkor még a cukrászdára reagálnék itt. Elnézést képviselőt, lesz még lehetősége. Igen, cukorkát osztottunk. Annyit megtenni, hogy egy nagyon konkrét előnyt is, egy nagyon konkrét hátrányt mond, és aztán mehetünk a következő kérdésre. Ugye a te kérdése időd is megy néha. Vagy csak a mi időnk? Konkrétan egy percen is kevesebben van, és csak azért szeretném, hogy a további három kérdés is tudna válaszol szolgálni. Szuper, jövőre téged is kéne mérni. Az úgy hogy mi a konkrét előny, és mi a konkrét hátránya a csatlakozásnak Magyarországra nézve? Egyet-egyet említsen csak meg. Szerintem elég sok előnyt elmondtam, főként európaiaknak. Mi Európa és Magyarország érdekét közösen szeretnénk képviselni, ezért megpróbálunk olyan megoldásokban gondolkozni, ami mindenkinek jó. És hátrány akkor nincsen a csatlakozásnak? Csodán. Hátránya nincsen a csatlakozásnak? Egyelőre annyi, hogy a kutyapárt még automatikusan nem került be ott is a politikai életbe, de ezen most dolgozunk. És ez egy eldöntendő kérdés lesz. Le fogom állítani önöket, hogyha nem egy igen vagy egy nem válasz hangzik el önöktől. Egyértelmű álláspontot szeretnék majd hallani. Ugye Magyarország szempontjából az európai integráció egyik legfontosabb eljövendő dilemmája a közös valuta övezethez való csatlakozás kérdése. Az eurozónához való csatlakozás a magyarországi politikai közbeszédben hosszú ideig magától értetődően kívánatos fejleményként jelent meg. Vitákat legfeljebb arról hallhattunk, hogy erre mikor kerülhet sor, illetve hogy melyik kormány hibája, hogy ez eddig nem történt meg. A legutóbbi gazdasági válság során azonban még inkább egyértelművé vált az, amit számtalan elismert közgazdász, köztük a Nobel-díjas Paul Krugman már korábban is hangsúlyozott, a közös valuta az európai integráció jelenlegi szintjén elkerülhetetlen veszélyeket hordoz magában, amennyiben az önálló monetáris politika gyakorlását elvesztő tagállamok lényegében lemondanak azoknak az eszközöknek a jelentős részéről, amelyekkel érdemben kezelhetnék a gazdasági válságokat, illetve megóvhatnák a társadalmat azok legsúlyosabb szociális következményeitől. Mindezeket figyelembe véve kérdezem önöket, támogatnák-e azt, hogy a következő 5 éves ciklus alatt Magyarország csatlakozzon az euróövezethez. Büszkeségemet fejeztem ki, hogy egyáltalán ilyenre lehetősége van Európának, hogy ilyenek dolgokkal foglalkozzon. Ezt nekünk köszönheti magyaroknak, és szerintem ez szuper. Mi egyébként a kutyapártnál különösebben szavazgatni nem szoktunk, nálunk bázisdiktatúra működik. A lényegtelen kérdéseket szoktuk megszavaztatni, tehát erre a kérdésre így ebben a formában nem tudok válaszolni. Tehát akkor bocsánat, hadd kérdezem meg, hogy akkor... milyen szavazási magatartással élt volna, hogy ott ült volna a parlamentben? Már összehívtuk erre a bizottságot, dolgozunk azon, hogy egy ilyen 20 év múlva tudjunk válaszolni. Szuperül erre a kérdésre, nyilván a közvéleménykutatók alapján. Köszönöm szépen, lejárt az időkerete. Akkor csak azt kérdezem, hogy egy igennel vagy nemmel vagy tartózkodással tud-e szolgálni arra vonatkozóan, hogy hogyan viselkedtek volna ezen a szavazáson? Mi nagyon kedvesek és aranyosak lettünk volna ezen a szavazáson. Jó. Ugye Európa legtöbb országában a lakhatási válság tombol.
részben más okokból, különböző okokból, de elképesztő mértékben szaladtak el a lakhatás költségei az Európai Unió egészén belül. Na most a magyar parlament pénteki rendkívül ülésének javasolt napi rendjén egyetlen előterjesztés szerepelt, a Város Mindenkié csoport törvény javaslata, amely első lépésként legalább a gyermekes családok esetében véget vetne az elhelyezés nélküli kilakoltatások kegyetlen gyakorlatának. A rendkívüli ülés határozatképtelen volt, mivel a kormánypárti képviselők nem jelentek meg. Kettő eldöntendő kérdése van tehát ehhez kapcsolódóan, és akkor még egyszer azt kérem, hogy egyértelmű igennel vagy nemmel válaszoljanak. Támogatnák-e, hogy az Európai Unió alapjogi chartája kimondja európai polgárok lakhatáshoz való jogát? Döme Zsuzsannától Tóth Bertalanit kérem. Igen, nyilván támogatjuk, hogy mindenféle szuper dolgokat még egyszer írjunk le és mondjunk ki. Támogatnák-e, hogy nagy költségvetésű EU program induljon a lakhatási szegénység csökkentésére és megfizethető, köztulajdonú vagy non-profit bérlakások építésére és üzemeltetésére is szálljon forrásokat az EU? Szerintem sokkal egyszerűbb lenne lekicsinyíteni az európaiakat, és akkor senkinek nem kéne erre költeni, de hogyha mindenképpen költeni kell, szerintünk is az EP fizessen. Aha. A vitablokk végére értünk, következnek az egy perces kérdés, illetve reakciókra szabott idők. Szabadon élhetnek vele, nincsen megszólalási sorrend, bárki kezdheti. Én egyetlen egy ponton fogok közbelépni, hogyha valakinek letelt a rendelkezésre álló időkerete. Egyébként meg mostantól önöki a színpad. Honnan indulunk? Nincsen megszólalási sorrend, bárki kérdezhet szabadon képviselőtársától, vagy bárki szabadon reagálhat az előző vitablokban elhangzottakra. Tessék. Akkor én, amit az előbb belém folytottál, azt gyorsan elmondanám. Tehát ugye a cukrászdák és Bécsről volt szó, és nem tudtam elmondani, hogy mi egyre csak cukorkát tudtunk osztogatni Bécsben, amivel azonban rengeteg magyar tehát a nyugati határhoz közel élő fogorvos itthon maradását segítettük elő. Nagyon fontosak ezek az elosztási kérdések, amikről most beszéltünk. Rendkívül fontos a szociális Európa. De látni kell azt, hogyha nincs mit elosztani, akkor az elosztási kérdések felesleges lesznek. És azért gondoljuk azt, hogy a klímaváltozás az elsődleges, mert meg kell mentenünk a bolygót, mert utána mindezek a szociális kérdések, amiről beszéltünk, másodlagosak lesznek, hogyha mindennaposakká válnak a hurrikánok, Hollandia az óceánban áll. Azért ez is kérdezem a képviselőtársaimtól, hogy ők mit tennének a klímavédelem kapcsán. Én erre válaszolnék nagyon szívesen. Szerintünk elsősorban Amerikát, Ázsiát és Afrikát is Európához kellene csatolni, és akkor ezt az EP-ben szuperül meg tudnánk az egész globális problémát oldani. Tehát jól értem, egy globális szuperállamot szeretnek kutyapárt. Ó, nyilván, persze. És a Ganymédesziek mit szólnak hozzá? Ők támogatják. Ők állnak mögöttünk, természetesen. Lebuktatok. Ők is szeretnék egy zöld földet. Ugyanazt mondjuk, és mégis hatan külön-külön állunk szemben az itt hiányzó párttal. Döme Zsuzsanna, tessék. Igen, én Tóth Bertalan megjegyzésre reagálnék. Nagyon-nagyon szomorúak lennének a kutyapártosok, hogyha mi itt mind a hatan ugyanazt mondanánk. Nagyon elrontottam valamit, hogyha ez nem jön le, hogy a kutyapárt egészen más dolgot képvisel, de jól rávilágított arra, hogy teljesen mindegy, hogy mi van leírva a programokban. Végre jó lenne, hogyha az emberek azt figyelnék, hogy ki mit tesz, nem pedig azt, hogy mit mond, és mi van a programjába leírva. Köszönöm. Döme Zsuzsanna, 3 másodpercvel kíván élni? Eladtam sajnos. Mi becsületesek vagyunk, kutyapárt. Akkor ugrunk a... Kaptam érte pénzt. Következő vitablokra. Az önök pártja egyedüliként a magyar pártok közül egyértelműen elítélte a déli határzárat, valamint kiterjedt köztéri plakátkampányt folytattak a kormány idegen gyűlölő uszítása ellen. Azóta viszont...
Azóta viszont mintha kevésbé lenne éles a politikai karakterük. A tegnapi szegedi vitán a jelölt társát a Német Testvérpártjukról kérdeztük. A Német A Párt nevű pártról van szó, amelynek brüsszeli iroda vezetőjével, Dustin Hoffmannal készített interjút a HVG. A különbség önök és a Német Iker pártjuk között döbbenetes erejű. A párt világos és egyértelmű értékállításokat fogalmaz meg. Elítélik az unió fegyverkezését a líbiai partokon található menekült táboroknak csúfolt, a valóságban inkább koncentrációs táborokhoz hasonló embertelen lágereket, amelyeket az EU finanszíroz, és nekik, tehát a Német Testvérpártjuknak köszönhető az is, hogy az EP nem fogadott el egy a menekültek megsegítését végző civilek munkáját elítélő határozatot. Tehát világosan látszik, hogy náluk a szatíra az eszköze annak, hogy a karakteres világnézetüket kifejezzék, és sokak számára átélhetővé tegyék. Önök módszeresen és visszatérően vádolják őszintétlenséggel, hamiskodással és cinizmussal a kormánypárt ellenzékét, az itt látható képviselőjelölt társaik pártjait. Nem tartja le, hogy az értékállításaik hiánya, illetve elmaradása joggal veti fel önökkel szemben is a nihilizmus vágyát? Nem gondolom egyrészt. Ami a Die Partei-jal elsősorban a német humor válságáról szoktunk egyeztetni, úgyhogy ilyen értékítéletig nem nagyon jutunk el. Mint ahogy előbb is mondtam, a kutyapárt abból a szempontból kommunikál, amekkorák vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy amiket csinálunk, nem cinizmussal szoktunk senkit sem vádolni. Nálunk a csúcsszervünk, a poén mérlegelő ügyosztály tiltja is a személyeskedő humort a kutyapárton belül, és egyébként maximum 3 szóviccet engedélyez naponta. De mi nem cinizmus szoktunk számon kérni, akár az ellenzéken, akár a kormányon, akár az európai, vagy bármilyen más politikuson. Mi azért csináltunk pártot, hogy tegyünk végre az emberekért, és jelenleg picik vagyunk, nyilván kicsi dolgokra tudunk hatni, de én azért azt gondolom, hogy a jelenlévők közül is mi vagyunk azok, akik a legkevesebb források fölött rendelkezünk. Meg lehet nézni, hogy azokat a pici forrásainkat milyen hatékonysággal használjuk föl, és mennyiben járulunk hozzá ahhoz, hogy Magyarországon jobb legyen élni, és jobb legyen az embereknek. Mi azt szeretnénk, ha tetteink alapján ítélnének meg minket, mi is ez alapján próbálunk másokat megítélni. És akkor ezúton most, mert te is említetted, szeretnék annak a rengeteg több ezer passzivistának köszönetet mondani, akik ingyen, bérmentve a saját szabadidejükből kisebb, nagyobb, vagy akár folyamatos feladatokat vállalnak az azért, hogy jobb legyen ez az ország, és nem csak a választási kampányokban, hanem két választási kampány között is. Ugye a kutyapárt alapvetése, amit ebben a vitasorozatban több képviselőjelölt társa is kiemelt, a közvetlen cselekvés. Azok az akciók, amikkel nem saját maguk oldanak meg problémáikat, mint például amikor buszmegállókat építenek, hanem nyomást kívánnak gyakorolni, jellemzően az önkormányzati szintet célozzák meg, mint például a szeméthalmok elvitetése. Segítene megérteni, hogy fog ez működni az Európai Parlament szintjén? Tegnap, amikor a tagtársától ezt megkérdeztem, akkor ő annyit mondott Szegeden, hogy Brüsszelben előbb fel kellene törni a járdákat, hogy aztán le is lehessen majd festeni őket. És ez tényleg viccesnek vicces, de azt nem tudjuk, hogy mennyiben viszi önöket közelebb ahhoz, hogy mint mondják, immár ne csak viccpárként tekintsünk önökre, vagyis hogy a választók ne csak egy protest érvénytelen szavazatban gondolkodjanak önökkel kapcsolatban, hanem mint a valódi képviselőikben. Igen, tehát én tényleg azt gondolom, hogy az, amit tettünk az elmúlt években, megmutatja, hogy mennyire tudunk hatékonyan rendelkezni források fölött. Reméltem, hogy forrásokkal kapcsolatos kérdést kapok, de azért mégiscsak elmondom. Tehát mi tudunk benni a pénzzel, amikor nincs, és nem vagyunk kormányon, akkor is tudunk segíteni az embereknek. Most ez lehet, hogy egy önkormányzati szintnek tűnik, hiszen ennyire van ráhatásunk. Mi egyébként nem az önkormányzattal építetjük a buszmegállókat, arra már most pont vagyunk elég erősek, viszont valóban, ahogy mondod, olyan dolgokban, amiben nem tudunk mi közvetlenül eredményeket elérni, ott mindent megteszünk, hogy a felelősök elvégezzék ezeket a munkákat. Én azt gondolom, hogy ez a fajta stílus az Európai Unióban is működni fog. Mi megalapítottuk a rendkívüli ügyek minisztériumát, ahova az emberek gyakorlatilag, mint egy önkormányzat, mint egy árnyék kormány fordulnak hozzánk az ügyes-bajos dolgaikkal, majdnem mindig tudunk segíteni ezeken. Ez abszolút EU-konform, nyilván nem fogunk járdákat feltörni Brüsszelben, de itthon sem mi mondjuk már meg, hogy
hogy melyik faluban vagy melyik településen, melyik passzív közösségnek milyen dolgokat kellene elvégeznie, hanem jönnek hozzánk a megkeresések, és mi a legjobb tudásunk szerint a forrásainkat leghatékonyabban felhasználva segítünk ezeken. Még arról beszélnék, hogy ugyan nincsen... Bocsánat, egy kérdést engedjen meg, mert le fog tenni az ideje. Ezt fogod kérdezni. Ha mandátumot szerezne a mostani választáson, akkor az Európai Parlament melyik bizottságába ülne be, és a következő 5 évben milyen munkát végezne ennek a bizottságnak a keretén belül? Hát választani lehetne, akkor az Észak-Korea bizottság ülésén már egyszer ültem Strasbourgban. Erre viszonylag az ottani EP képviselők is mondták, hogy viszonylag kevés hatása van az Európai Uniónak lévén a tudott okokból. Úgyhogy ott az volt a legizgalmasabb kérdés, hogy hol legyen a következő ülés, és akkor éppen Bécset választották, ez szerintem is szuper sokkal közelebb van Észak-Koreához, mint Strasbourg. Az ön definíció szerint is egy hasznavetetlen bizottságba szeretne mandátumot nyerni. Igen, ugyanis akkor legalább tudnánk végezni a dolgunkat, és nem azt kellene csinálni, mint az összes többi politikus, ami miatt mi pártot csináltunk. De akkor ezt segítsen megérteni, mert hogyha önök kritikával élnek, az összes többi politikai szereplő felé, hogy haszontalan a munkájuk, akkor önök ezzel szemben a saját haszontalanságukat szegezik, ha most jól értem. Nézd, én itt élek azért Magyarországon, tehát itt vannak tapasztalataim. Én tényleg azt látom, hogy lehet beszélgetni az emberekkel, érdemes is nyilván, de mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogyha egy nagyon-nagyon pici dologban esetleg tényleg tudunk nekik végre segíteni, és nem csak elmondjuk, hogy mit kellene, nem csak megígérjük, és én bízom abban, hogy akár most az EP választáson, akár a későbbiekben, és akár a világ összes többi választáson a magyarok nem fogják elfelejteni, hogy melyik az a párt, aki buszmegállót épít nekik, vagy éppen szemetet újít föl, vagy kátyúzik, melyikek azok a pártok, akik mindenről beszélnek és megígérik, és melyikek azok a kormányzati vagy hatalmon lévő erők, akik mindezt elbontják, és akkor kiderül, hogy ki képviseli őket valójában. Köszönöm szépen. Akkor ugorhatunk a következő körre. Egy perces reakció ideje van minden képviselőjelöltnek, föl is tehetnek kérdést akár képviselőjelöltársuk felé, illetve az elhangzottakra reagálhatnak. Nincsen megszólalási sorrend, szabadon megszólalhatnak, ha mégsem tesznek így, akkor majd én fogom szólítani önöket, úgyhogy tessék önök ki a színpad. Na, jó, jövök én. Itt a bérekről volt szó szerintünk, a kutyapert szerint a legreálisabb, ami a bérfeszültséget ki tudná egyenlíteni, hogyha a nyugat-európaiak bérét 70%-kal, Románia és Kelet-Európában a béreket 3%-kal csökkentenénk, és így megszűnne a magyarok elvándorlási kedve. Ez az egyik. A korrupcióra is egyébként teljesen más választ adnánk, mint a többiek. Mi nem szeretnénk megszüntetni a korrupciót, mi abban hiszünk, hogy a korrupció az a probléma, hogy nem mindenki egyformán részesül belőle. Tehát aki részesül, annak nincs vele problémája, akinek nem jut, annak szokott lenni. És ezt a magyaroknak és az Európai Unió polgárainak is egyúttal megígérjük, hogy mindenkinek szétosztjuk a korrupciót, mindenki részesedik belőle a későbbiekben, ha mi kikerülünk az EP-be. Köszönöm. Döme Zsuzsannának van még 11 másodpercét. Döme Zsuzsanna kíván-e élni a 11 másodpercével? Még végig gondolom, egyre annyit szeretnék mondani, hogy világbéke. Köszönöm. Szia. Már előre elnézést kérek a kutyapárt nevébe, tudjuk, hogy nehézséget okozunk minden újságírónak, politikai elemzőnek, de hát sajnos mi egy teljesen új utat járunk. Igyekeztem én is azért felkészülni erre a maira. A rendőrök egész jól megértenek már minket, főként velük szoktuk beszélgetni általában. Jó, akkor lássuk, hogy boldogulok ma én. Szóval nem elvitatva egyébként azt, hogy például egy busz megálló építése az milyen fontos lehet akár egy kis közösség életében, illetve hogy az a fajta cselekvőpolitika, amit önök hirdetnek, ez alkalmas arra, hogy a közösségeket valóban aktivizálja. Viszont azért felmerül a kérdés, hogy ezek valóban helyi ügyek, és azok közül is csak bizonyos kérdéseket érintőek. Hogy lesz ebből a rendszer szintű politizálás? Ezért itt kikérném magunknak, tényleg nem csak, főként mondom, picik vagyunk, tehát nyilván arra tudunk hatni, és ezek főként a helyi ügyek, de azért ez nem kizárólagos. Ugye nyáron nekimentünk a magyar államvasutaknak, azért, ami azért elég országos dolog. És jobb, mint hogyha ők jöttek volna nektek. Próbáltak, fenyegettek azzal, hogy botrányt csinálnak a kutyapártnak, hogyha tovább folytatjuk az ingyen bicikliút építést, de végül legyőztük a MÁV-ot, szerintünk ez egy egész jó gyakorlat. Alkotmánybírósági ítélet is született
született végre arról, hogy nem a járda repedés számít megőrzendő értéknek, hanem a művészet, illetve arról is akár, hogy a józan humor a közszolgák esetében is egy elvárható hozzáállás bizonyos állampolgári ügyekhez. Most tényleg hosszan lehetne sorolni, mi azt gondoljuk, hogy egyre nagyobb körökben tudunk hatni, és azt még egyszer hangsúlyoznám, hogy mindezt a legolcsóbban és leghatékonyabban tesszük. Nálunk összesen 4-en vagyunk július óta munkavállalók, mindenki más, tehát ez a több ezer passzivista, aki országosan szinte hetente, naponta akciózik valamit, ők mind ingyen csinálják, és mind azért, mert hisznek abban, amit mi képviselünk, abban, hogy ettől jobb lesz a világ. És még egy dologra kitérnénk, amire általában nem szoktak, hogy sokkal, én bölcsész vagyok, én egész gyorsan meg tudnék írni akármilyen politikai programot, szerintem egy délután alatt. Sokkal nehezebb néha egy buszmegálló kihelyezést megszervezni, és még tudnék egyet mondani. De sajnos lejárt. Ami ennek a haszna, de szerintem érdekes, tehát lehet, hogy... lejárt. Ja, teljesen nullán vagyok. Igen. Tehát az, hogy néha egy-egy ilyen dolognál kiderül, hogy hogyan működnek az önkormányzatok, kiderül, hogy milyen a hatalom hogyan tud ezekben fölépni ellenünk, és módszereink működnek, úgyhogy javaslom mindenkinek. És akkor most következnek a nézői kérdések. Azt épeszű emberek nem vitatják ma már, hogy a klímaváltozás valóságos, emberi tevékenység következménye nagyon veszélyes, és nagyon nehéz lesz megállítani. Önök szerint az állampolgároknak, a vállalatoknak, a nemzetállamoknak és az Európai Uniónak milyen arányban kellene viselni a klímavédelem költségeit? Tehát, hogy a különböző szereplők között milyen arányú szerepvállalásra lenne szükség? Ha tudnak, konkrét arányszámokat is mondhatnak. Mi ezzel kapcsolatban is nem Magyarország, hanem az Európai Unió nagyobb áldozatvállalásában hiszünk, hadd ne magyarok költsenek már a klímaválságra, költsön erre az Európai Unió. Hosszabb távon ezért természetesen meg komolyra fordítva a szót, mi is a megújuló energiaforrásokban hiszünk, alapvetően Bájár Zsolt haragjában például, ami egy elég sokáig el fogja működtetni itt a világot. Köszönöm. A multik adóelkerülésének megszüntetését az összes itt jelenlévő párt támogatja. Ez viszont a magországoknak nem érdekei. Milyen stratégiát tudnak ezzel kapcsolatban felvázolni, esetleg valamilyen pán, közép-kelet-európai és balkáni érdekképviseletet lehetségesek tartanak-e ennek érdekében? Na hát ez végre örülök, tehát a pénzhez való viszonyunkról is beszélhetünk. Mi itt elsősorban ezzel a problémával is a saját gyakorlatunkat tudjuk szembeállítani. Mi ugye, hogyha a haverjaink csinálnak meg valamit nekünk, az nem drágább lesz sokkal, hanem sokkal olcsóbb, mint ha más haverjai dolgoznak. Mi a büntetésekből is pénzt tudunk csinálni, ezúton is köszönet a Jobbiknak, akinek most már több milliót köszönhetünk, amiért följelentettek minket a szavazatszámlálósapunk miatt. És a kutyaször kulcstartóból is több száz rugónk van, az itt látható pénzek a vaterán már magasabban áron kelnek, mint a forint, úgyhogy mi csak azt tudjuk ígérni, hogy megtanítjuk nagyon szívesen a többi pártot és európai hatalmakat is jobban bánni a pénzzel. Nekünk például több tízezer forintos Facebook hirdetés ellenére nagyobb az elérésünk, mint azoknak a pártoknak, akik több milliót költöttek ugyanerre. Köszönöm. Mit tudnak tenni az Európai Parlamentben azokért, akik 10-14 órát dolgoznak, de csak 2-4-6 órában vannak bejelentve? Dömes Zsuzsanna. Ugye mi alapvetően azt képviseljük, hogy egyáltalán ne kelljen dolgozni, és úgy legyen pénz. Emiatt ránk kellett volna szavazni tavaly, most még egyre csak a kevesebb munkát tudjuk megvalósítani, ha bekerülünk az EP-be, tehát siestát és az összes nemzeti ünnepével lecsökkentett munkanapokat tudunk egyelőre ígérni, de lehet, hogy azt is elkezdjük gyakorolni, hogy hogyan tudunk elszaladni a lobbisták elől, valószínűleg ez is egy fontos tudás. Én azért összességében azt mondanám az embereknek, hogyha nem lesznek aktív, kreatív és a politikusokra ráfigyelő hatalmak, akkor még a kutyapártos képviselőknek sem lesz a későbbiekben fontos, mihelyt hatalomra kerülünk, hogy be is tartsuk, hogy 97-96%-ban nem fogunk el lopni. Figyeljetek oda a politikusokra. Kérem, mondjanak valami pozitívat a többi jelöltről és vagy pártról. Elég, ha csak egyről, ha túl kevés az idő. Jó, hát akkor demonstrálva egyúttal, hogy akkor a kutyapárt mennyire nem a szavak, hanem inkább a tettek ember, én nem jót mondanék, hanem jót tennék ezekkel a jelöletekkel. Köszönöm, de én meg kaptam itt nekem egy raklapnyit. Nekem is van már. De nekem ugyanazt adtad vissza, mivel volt. Működjetek együtt.
záró beszédeket fogunk hallani a képviselő jelöltektől. Tessék, Döme Zsuzsanna. Én picit már csak összefoglalnám inkább, amit eddig is mondtam. Szerintünk az aktív, kreatív állampolgárokkal kell, hogy tele legyen ez a társadalom, és azok majd maguktól is normális pártokra szavaznak, és egy normális politikai kultúrát érnek el. Ezen az EP választáson a kutyapártot támogatók mindenképpen menjenek el szavazni. Más pártok támogatói is menjenek el szavazni, de az nekünk annyira végül is nem fontos most. Köszönöm. Még egyszer szeretném megköszönni Döme Zsuzsanna, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt listavezetőjének, hogy a mai este folyamán velünk voltak.